Ki gondolná, hogy ez a homoksivatag nem a Közel-Keleten, hanem Magyarországon található. A Kiskunsági Nemzeti Park egyik védett térsége a Fülöpházi Bucka vidék. A táj látképét a hatalmas mozgó homokbuckák uralják, mely természeti kincsünk, összesen már csak kettő maradt belőle Közép-Európában, és mind a kettő ezen a területen található. Az ősi Duna hordalékából formálta az idők során a szél, és mozgatja azóta is, ezért vándorló homoknak is nevezik. A dűnéknek a szél alkotta jellegzetes észak-nyugat-dél-kelet irányú fekvését. Kétszáz évvel ezelőtt még a tájon lévő többi bucka is vándorolt, a nyugati utazók csak európai Szaharának nevezték a területet. A nyílt homokfelszínek sajnos mára már szinte teljesen eltűntek, és megindult a gyepesedés. A táj ragyogó ezüst foltjait az árvalányhajnak köszönheti, mely szintén védett növényük. A dűnéken kialakult homokfodrokat látva tényleg az az érzése az embernek, mintha egy darabka sivatagot látna. Noha mi nehezen tudnánk eltévedni a homokbuckákon, egy rovar számára ez a terület végelláthatatlan sivatagot jelent. Ezen a sivár területen él egy igazán érdekes hangya, a Cataglyphis aenestens. Ez egy 4-8 mm-es, fényes fekete, melegkedvelő hangyafaj, mely még a legnagyobb hőségben is szorgalmasan keresgél a nyílt terepen. Étrendjük főleg rovarokból áll, bár a tetemek hazaszállítása nem mindig egyszerű feladat a sivatagban. Élelem forrásaikat nem őrzik, egyesével járnak ki a bolyból keresgélni. Amint a felderítők találnak valamit, becipelik zsákmányukat a bolyba, hogy megosszák azt társaikkal. Ha prédájukat egyben nem tudják hazavinni, akkor erős cságrágóikkal kisebb darabokra aprítják és darabokban szállítják el. Ha követjük a vadászokat úton hazafelé, hamarosan megpillanthatjuk pompás bolyukat, ahol immár társaik segítségével cipelik be a prédát. Ezek a felvételek nincsenek felgyorsítva. A Cataglyphisek valóban ilyen villámgyors hangyák. Pazarolni nem lehet. Az összes lehetséges élelem a bojt illeti. Itt még a szöcskeláb is értékes tápanyagforrás. Rejtett fészkeiket általában a félkör alakban kihordott homokról lehet megismerni. A fészkek jellegzetes arculatát ők maguk hozzák létre a kiásott homok szétterítésével. Elég egy kis szél, és a homok mindent betemet ezen a tájon.
A kataglifiszek ezért naphosszat takarítják és javítgatják fészkeiket. A nagyobb rögöket csáprágóik között hordják ki, és helyezik el a fészek bejáratánál, létrehozva ezzel a bejárat körüli homokudvart. Ezeknek a hangyáknak a széllel és a finom homokkal egyaránt meg kell küzdenie. Mikor a szél eltorlaszolja a bejáratot, egy másik érdekes képességüket figyelhetjük meg. A dolgozók a fészekkel szemben állva, első lábaikkal fürgén kaparják ki a homokot. Ez a mozgás a kutyák kaparására emlékezteti a szemlélőt. A hosszú lábú, fürge mozgású dolgozók óriási távolságokat is bejárnak az élelemért. Polygin több királynős társadalmukban egy hangyaállamnak egyszerre több uralkodója is lehet. Emellett polimorf hangyafaj, ami azt jelenti, hogy a dolgozói három különböző méretben jelennek meg, és ezek alapján különböző feladatokat látnak el a boly életében. Ezt a szakosodást egy másik kataglifisz fajnál is megfigyelhetjük. A fülöpházi homokbuckáktól nem messze fészkel a Cataglyphis nodus, mely a legnagyobb Cataglyphis faj Európában. Mediterrán, keleti eredetű hangyafaj, Algériában, Szaúd-Arábiában és Iránban is őshonos. Magyarországon csak ritkán találkozhatunk velük, leggyakrabban sztyeppéken és félsivatagos területeken fészkelnek. Fejük és torruk sötétvörös, lábaik hosszúak. Fekete, kúp alakú potrohukat vadászat és keresgélés közben az ég felé meresztik, ez okozza jellegzetes testtartásukat. Torukat ezüst szőrök borítják, melyek szétszórják a napfényt, így védve meg őket a nap melegétől. A nóduszok egyesével magányosan vadásznak. Az elejtett zsákmányt a bolyba cipelik, hogy megosszák társaikkal. A visszatérő vadászok meglepő módon nem szagnyomok alapján tájékozódnak,
ahogy a legtöbb hangyafaj. A nódusok a napállása és lépéseik számlálása alapján találnak vissza a bolyba, és képesek rendkívül gyorsan alkalmazkodni a folyamatosan változó homokvidékhez. A korábban bemutatott Aenestenshez hasonlóan a nódus is igen fürge hangyafaj. Könnyedén és gyorsan futnak a homokban, sokszor úgy tűnik a szemnek, mintha valamiképpen repülve tennék meg a távolságot. Olyannyira, hogy időnként éppen a szél mozgását kihasználva jutnak el egy szempillantás alatt egyik helyről a másikra. A nódus ugyanahhoz a Cataglyphis nemzetséghez tartozik, mint az Aenestens. Hozzájuk hasonlóan ők is több királynősek és polimorfok, bár a nódus méretre kétszer akkora és jóval agresszívebb is. Náluk is három dolgozókaszt jelenik meg. A legkisebb minor dolgozóinak testhossza 8 mm körüli, tehát akkorák, mint az Aenestens legnagyobb majorjai. A nódus pompás majorjainak testhossza elérheti akár a 13 mm-t is, noha hosszú lábai és testtartása miatt ennél jóval nagyobbnak tűnik első ránézésre. A nagy fejű, erős harapású, robosztus hangyák meglepő gyorsaságukkal félelmetes ellenségei a környezetükben százával megtalálható szöcskéknek és más rovaroknak. Hordják is haza tucatjával elejtett zsákmányaikat, percenként több dolgozót is megfigyelhetünk, ahogy visszatér az értékes táplálékkal. A kifejlett bolyókból általában a major és media dolgozók járnak kivadászni, a minorok a bolyon belül tevékenykednek. Kolóniáik megfelelő körülmények és bőséges táplálék mellett gyorsan és dinamikusan növekednek. A kifejlett kolónia akár 3-5000 egyedből is állhat, több fészek bejárattal, melyek egymástól 5-10 méteres távolságban is elhelyezkedhetnek. A nóduszok erősen megbővelik környezetüket. Kihordják a homokrögöket, kikaparják fészkeik betemetődött bejáratát, sőt, a szükségtelen fészek bejáratokat eltakarják és beássák. Szorgalmas munkával fűszálakat és rögöket hordanak rá, egészen addig, amíg teljesen el nem torraszolják. Az általuk uralt területeken nem tűrnek meg rivális hangyafajokat. Környezetükben leggyakrabban a kicsike tetramóriummal, vagy más néven gyepi hangyával találkozhatunk. Ez a faj is agresszív területőrző ugyan, de a nála sokkal nagyobb Cataglyphis hosszú lábaival valószínűleg egy pillanat alatt észrevétlenül átfut felettük. Időnként megfigyelhető egy másik különös viselkedésük is. Két dolgozó szemből összekapaszkodik, az egyik összekuporodik,
társa pedig átcipeli őt az egyik fészekből a másikba. Pontos okára ennek a furcsa viselkedésnek egyelőre még nem sikerült fényderítenünk. Egyes források szerint ilyenkor valamiféle dolgozó csere történik a bolyok mellékágai között. Lehetséges, hogy az egyik helyen fellépő munkaerőhiányt próbálják valamiképpen enyhíteni ezzel a különös, dolgozó logisztikával. Talán az egyik hangya átcipeli ráérős társait, hogy azok a másik bolyban munkálkodjanak tovább. Minden esetre úgy tűnik, számos rejtélyes szokása van a hangyáknak, amelyek még mindig képesek ámulatba ejteni az embert. Trükkjeiknek tárháza néha meglepő, olykor meghökkentő, de mindenképpen érdekes és hasznos tanúságként szolgál számunkra. A hangyák újból és újból példás tanúbizonyságot tesznek szorgalmukról, alkalmazkodásukról és páratlan együttműködési képességeikről, ahogy az emberéhez hasonló társadalmaikat létrehozzák és működtetik. Ők építik fel a rovarvilág párosállamait, és teszik ezt oly elegáns egyszerűséggel, ahogyan arra csak egy hangyakolónia lehet képes ezen a földön.